Sziasztok, Danger vagyok. Egy újabb hét, újabb információkkal hamarosan megjelenő Division 2-ről. Bár az előző videó majdnem két hete volt, de kiszámolja. Kicsit meglepett azzal, hogyan kvázi szivárognak az infók, nem pedig összeszedetten hullámokban jelennek meg. Trehánynak érzem ezt a fajta kommunikációt, de azért összefoglaltam, amit összekukáztam. Nagyon a részleteiben nem szeretnék majd belemenni, mert mint mindig, most is minden infó változás tárgya, a játék még nincs készen, folyamatosan reszelik. Kezdjük pár általános infóval. A második részt előrendelők száma megdöntötte az elsőét, ami azért jócskán kifogja a szelet annak a közkedvelt legykának a vitorlájából, hogy a játék megbukott, és ezrével mondják vissza az előrendeléseket. Még ha ez igaz is, nincsenek elegen ahhoz, hogy összességében negatívan befolyásolják a játék teljesítményét. Persze ez csak előjel, és majd a végleges haladások fognak számítani, de az első rész hype is lepipálja az Open Alpha után, az szerintem elég jó érdekesség, hogy az Ubisoft bevallotta, hogy azért ment bele az átmeneti Epic store kizárólagosságba, mert azt remélték, hogy ezzel a saját ubisoft tudják promotálni. Ami sikeres is volt, hatszor annyi előrendelést kaptak a saját boltjukban, mint az egynél. Egy ilyen inkább az Ubira az epic szemben, hogy nem volt Steam. GG, ezt szépen kiátszották, de azért ez jó nagy disznóság, lássuk be. Ezért járnak a csúnya lányok, még csúnyabb barátnővel be, hogy meglegyen a kontraszt. De hogy ez mekkora fél, hogy az Ubi tudja is, hogy utálják, de azért annyira nem, mint az epiket. Zseniális korban élünk. A héten teljesen váratlanul bejelentettek, és azóta le is zavartak egy technikai teszt numerát csütörtök pénteken. Ennek célja az új javítások tesztelése volt. Tárám, megdöbbentő. Úgy tűnik, hogy az árt alfa javításai nem kerültek be az árt bétába, ami öröm hír, mert ez volt a legnagyobb csalódás nekem, hogy semmit nem látszott javulni a játék a kettő között. Jobbára a háttérben zajló javításokat eszközöltek, stabilitás, kapcsolat, framerate, szerver, úgyhogy ránézésre nem sok dolog javult, de a fejlesztők Twitter bejegyzései alapján nagyon is hasznos volt. Szimpatikus ez a fajta agilitás, és hogy a közösségre is támaszkodnak a fejlesztésben. Egy nem olyan régi interjúban az Ubisoft vezérigazgatója azt mondta, hogy filozófiát váltottak, és nem game ez a service, azaz játék, mint szolgáltatás, az új tudko, hanem game as a relationship, azaz játék, mint pár kapcsolat. Ez a zavarba ejtő metafora arra utal, hogy jobban figyelnek majd a játékosok igényeire, és azt szerint fejlesztik a játékot, hogy a jövőben hosszú és boldog kapcsolat legyen mindkét félnek. Remélem azért a kezünket nem kérik meg egy pecsnódban. Visszatérve a tesztre, sajnálom én nem kaptam meghívót, de a streameket elnézve tényleg nem volt nagyon érzékelhető javulás, legalábbis külső szemlélőként. Jövő héten jön a nyílt a végre mindenki kedvére nyúzhatja majd a játékot, de azért sok új tartalomra szerintem nem érdemes számítani. Kaptunk egy új Endgame trailert, ami elsőre nem sokat mutat, de közben mégis. Az infóképpen pár dolog látszik, amit eddig nem tudtunk. Például az, hogy a Raiden kívül lesznek Stronghold, az az erőtípusú Endgame küldetések, frakciónként legalább egy. Ezek gondolom a régi inkörzsönökre fognak inkább hajazni, négy emberes kihívások, remélhetőleg ezúttal a glitchek nélkül. Emellett az első raidről is vannak új infók, mégpedig, hogy a Washingtoni repülőtéren fog játszódni egyrészt szupermenőnek hangzik, másrészt viszont két fontos tanulsága is van. Az egyik, hogy nagyjából passzolhat a sztorihoz, majd ez is a jövőbeli rédek is. Az egyben ugye nem nagyon illettek semmilyen narratívába, vagy csak nagyon gyengén az incursion de itt stratégiai fontosságú objektumok visszafoglalása, mint a reptér, már sokkal valószerűbb hangulatot teremt. Amellett, hogy végtelen cool eleve az egész, egy washingtoni reptér pontos mását visszafoglalni azért eléggé epik lenne. A másik fontos tanulság, hogy a rédek nem kötődnek szorosan a térképhez, azaz kvázi külső helyszínek. Ennek a jelentőség ott látszik meg, hogy a térkép bővítése nélkül tudnak majd a fejlesztők új rédeket hozzáadni. Alapból jó dolog, ha van térkép bővítés, de ha az emberfia fejébe vette, hogy egy-egyben modellezil a washington akkor az tud problémás lenni, mondjuk egészen ki a reptérig, meg odáig elvonszolni magad, az egészet értelmes tartalommal megtölteni, értitek. Elég nagy meló, és nem biztos, hogy megéri, így ezt megspórolhatják, és egy esetleges, tényleges térkébővítés sokkal célzottabban történhet. A másik nagyon fontos, hogy így külső helyszínekkel sokkal nagyobb szabadságok van a rédek célját illetően, például akár a Pentagon is szóba jöhet, és kb. semmi más nem jutott eszembe, de biztos vannak még híres washingtoni helyszínek, a képből kiderül még, hogy rögtön 5 world indulunk, és három specializációval, de korábban a fejlesztők megerősítették, hogy további három specializáció érkezik még a megjelenés után. A Black Task, azaz a sötét tuskok, na jó nem igazából fekete agyar, mint új frakció, a végjátékra nem átveszi a szerepét a többinek, azaz nem csak egy frakció marad, hanem a küldetéseknek lesz invaded verziója is. Kb. úgy kell elképzelni, mint a legendary -t. Ott is ugye az alapküldetéstől eltérő típusú és összetételű NPC-k voltak, ugyanez lesz a helyzet az Invaded mission kapcsolatban is, és felteltőleg a megszállt DZ-vel is. Remélhetőleg azért az eredeti frakciókkal is kellő kihívások lesznek a sztori küldetések, mert azért a Challenging-től nem sokan pityeredtek már el a végére az egyben. Részletes infókat közöltek egy blogpostban a klánokról is, egészen aprólékos munkának tűnik. Egy klánban 50 ember lehet ugye négy karakterrel, azaz egyszerre csak egy klánnak lehet tagja egy fióka. Magának a klánnak a létrehozásánál meg lehet majd adni mindenféle infót arról, hogy milyen klán ez, milyen típusban aktív, PvP vagy PvE esetleg mindkettő, mikor aktívak a tagok, kötelező a mikrofon, milyen nyelven kell kommunikálni, és hogy melyik régióban vagytok fontos aspektus még, hogy az alaphangulatot is be lehet állítani, hogy ez egy laza játszogatós, vagy hardcore grinderek, esetleg PvP prók lesz ennek is tétje, ugyanis a klántagok minden tevékenysége a játékban klán XP pontokat is ér, azzal pedig egy klán vendornál fognak egyre jobb cuccok megvásárolhatóvá válni, Legmagasabb szinten már klán logóval ellátott kozmetikai itemek is lesznek, ezért is fontos az elejétől, hogy hasonló típusú emberek csatlakozzanak, hogy ne legyen félreértés. Egy klán alapításához minimum négy ember kell, és lehet majd teljesen nyitottakat, meghívásosat, vagy full privátot is alapítani. Vannak rangok a klánon belül, egy parancsnok mellett ott vannak a hadnagyok, akik egyfajta moderátorok, küldhetnek meghívókat, jóváhagyhatnak, vagy elutasíthatnak jelentkezőket, előléptethetnek, vagy éppen lefogozhatnak tagokat, és az üzenőfalat is ők tudják moderálni. Vannak az ügynökök, akik a régi veteránok, ők küldhetnek meghívót, amit aztán a hadnagyok elbírálnak és persze vannak a mezei kopaszok, akiknek még bizonyítani kell a rátermettségüket. Minden héten lesznek klán XP célok, három szinten, bronz, ezüst és arany. Ha ezeket eléri a klán, akkor az összes tag megkapja a jutalmat. A bronzért már garantált jutalom jár, de az ezüst és az arany szintek természetesen egyre jobb és jobb lúttal kecsegtetnek majd. Minden héten látszani fog a top 3 klántag, aki a legtöbb klán XP-t hordta össze, és így kiérdemelte a kiváló elvtárs kartás címet arra a hétre. Legvégére hagytam a kiszivárgott skillfákat, leginkább azért, mert ebben a szekcióban lévő információk pusztán spekulációk, nem lehet tudni, hogy mennyi a valós, és mennyi marad a végleges játékra is ugyanez. Ezért részleteiben nem is fogom végignyálazni, mert ez azért még jóval odébb is van, inkább csak szemezgetek belőle. Már elsőre is szembe tűnő a specializáció különböző szintjeinél, hogy nem csak magára a spéci fegyverre vannak hatása, hanem karakterszintű bónuszokat is adhatnak, sőt csapatszintűeket is. A másik feltűnő, hogy elég nagy az átfedés a három fa között, például háromban szerepel a mínusz 20 esély, hogy kritikál hitet kapj PVP-ben. Ez vagy hiba, vagy nem az igazi, vagy csak helykitöltő, mert máskülönben elég furcsa lenne. Egy képesség, ami mindenkinek meg lesz mindentől függetlenül, szinte értelmét veszíti. Az egyetlen, ami még mellette szólhat, hogy ezt a módját választották a fejlesztők, hogy mérsékeljék a kritikálók jelentőségét PVP-ben, mert így tényleg speciálni kell majd a kritikára, hogy egyáltalán legyen. Furcsa megoldásnak tartanám, mert simán a normalizációba is beletehetnék, csak akkor az Occupy DZ-ben lehetne káosz. Majd kiderül a maga idejében. A többi statot elnézve semmilyen meglepő nincs, újdonság maximum a fedenzékben töltött idő jutalmazása extra ármorra, vagy éppenséggel visszatelmelődő töltényekkel. A különböző bónuszokból úgy tűnik, hogy a Survivalist lesz leginkább a support jellegű karakter, a Seeker Mindból ugyanis kapni fog egy healing verziót, és az egyik passzív képessége, hogy bár csak 70% ármort kap gyógyuláskor, a körülötte 10 méteres sugárban lévő csapattársak is megkapják a javítást. Az egyben Combat Medic volt hasonló, mindenki számára elérhető pörk, itt sokkal korlátozottabban mérik ezt a képességet. Ezen felül a többi képesség ugyanaz a masszatolás, mint az egyben, egy kisebb itt, egy kis ellenállás ott, de ez semmi nyáltermelés serkentőt nem láttam. Hasonlóan kikerült a DZ pörkök listája is, ott is rengeteg a szokásos cucc, mint az extra XP, vagy fertőzött táskalimét, de azért itt is volt egy-kettő érdekesebb. Ilyen például a napi nyeremény, ami minden nap valamit ad, ha bemész a DZ vendorhoz, és nem bírom ki, hogy ne jegyezzem meg, hogy ez leginkább csalinak hat, főleg, hogy a harmadik szinthez jár, kitesszük a finom elemózsiát a riad kis gazelláknak az oroszlánketreckelős közepére. Gyanús. Vannak praktikusabbak, mint a rövidített számláló rugóknak, lúthoz kapcsolódóak, de az igazán érdekesek DZ30-as szint felett érkeznek, tírenként ugye egyet lehet választani, így a hetes szinten vagy azt választod, hogy nagyobb a range a rugó kiszúrásának, azaz amikor a játékos feje fölé teszi a vörös koponyányi monyókot, a másik pedig pont ennek az ellentétje, ennek a jelzésnek a láthatóságát csökkenti. Ezek szerint nem volt véletlen, hogy rendszeresen későn szúrtam ki, hogy valaki rugó, egyszerűen direkt nem mutatja a játék. A legfelsőbb szint, a legérdekesebb természetesen, az egyik taktikusan a a csapá! 25%-a gyorsabb olyan helikopter, a másik 25%-a gyorsabb Manhunt bounty ad, 25%-a gyorsabb felélesztés SHD ügynököknek, azaz nem rugóknak a harmadik, és 25%-kal gyorsabban tudod beazonosítani a fehér rugó Safehouse-t. És ezt itt kérem a lényeg, ugyanis ez a négy perk kéne, hogy az legyen, amit tétet ad a DZ XP veszítésnek és a szint elbukásának. Kettő ebből vagy érdektelen, vagy nem is vonatkozhat a rugókra, azaz marad a 25% helikopter, ami lássuk be megrögzött rugóknak lényegtelen megint csak, azaz maradt egy a 25%-kal gyorsabb bounty. Sajnos a tényleges leírás nélkül lehetetlen megmondani, hogy ez pontosan mi és mennyire lesz ez hasznos, illetve majd a valódi harcok fogják megmutatni, hogy eleve mennyire lesz nehéz rugóként megtisztulni, és esetleg Számítani fog ez a 25%, de én egy kicsit skeptikus vagyok. Mivel ezek az infók nem véglegesek és megerősítettek, így nem is szánnék több időt a spekulációra, úgyhogy zárom soraim, mert anyám mondja írni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy like-ot, ha szeretnétek hasonlókat, nyomjatok a subscribe-ra, kövessetek a facebook.com per dangerem, vagy a twitch.tv per dangerem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!